Sziasztok, Buda Éva vagyok. Ma a kettes típusú cukorbetegség és halfogyasztás közötti összefüggést fogjuk megnézni. Csupán 2 év alatt 6 olyan metaanalízist folytattak, ami a halfogyasztás és a kettes típusú cukorbetegség kialakulása közötti összefüggést nézte. A metaanalízis az az, amikor több tanulmányt néznek, tehát a legjobb tanulmányokat összeszedik, és nem csak egy tanulmány alapján vonják le a következtetéseket, hanem a sok tanulmány összevéve vonják le a következtetést. Tehát 6 ilyen metaanalízist végeztek, és úgy néz ki bizony, hogy a halfogyasztás és a cukorbetegség kialakulása között van összefüggés. A USA-t és Európát nézzük összességében, akkor a halfogyasztás 38% fokozott kockázatot jelent a cukorbetegség kialakulására. Heti egy adag hal 5% fokozott kockázatot jelent, tehát ezt mutatta ki a tanulmány. Most, ha ezt elméletben felszorozzuk napi adagra, akkor az 35% fokozott kockázatot jelent, ami kétszer olyan rossz, közel kétszer olyan rossz, mint a vörös hús, hiszen egy másik tanulmány szerint kimutatták, hogy a egy adag napi vörös hús fogyasztása 19% fokozott kockázatot jelent. Most egy adag hús az kb. 6-8 deka. És miért van ez, hogy a hal ilyen fokozott kockázatot jelent? Igazából nem tudni, csak spekulálnak. Egy tanulmányban hal olajat adtak cukorbetegeknek, és a hal olaj fogyasztása után megnövekedett a vércukruk. És a kutatók arra gondolnak, hogy talán az omega-3 oxidatív stresszt okoz, és ez az oxidatív stressz például a hasnyálmirigy béta sejtjeit rongálja, mivel egy másik tanulmányban a betegeknek legalább 2 adag halat, tehát olyan betegeket néztek, nem adtak neki, olyan betegeket néztek, akik legalább heti 2 adag halat fogyasztottak, tehát legalább hetente 15 deka halat fogyasztottak, és ezen embereknek az inzulin termelő sejtjei kevésbé működtek. Tehát azért gondolják azt, hogy talán az oxidatív stressz okozza ezt a problémát a béta sejteknél. Tény az, hogy a magasabb halfogyasztás a béta sejtek működését rombolja. Nézték a kémiai szennyeződés összefüggését is, hogy talán az is okozhatja a kettes típusú cukorbetegség kialakulását. Hát tény az, hogy azoknak az embereknek, akiknek tele van kémiai szennyeződéssel a szervezetük, 38-szoros esély van a kettes típusú cukorbetegség kialakulására. És érdekes módon önmagában a kövérség nem is mutatott akkor a rizikófaktort, leginkább akkor mutatott a kövérség rizikófaktort, amikor kémiai szennyeződéssel volt tele a túlsúlyos ember szervezete. Majd azt látni fogjuk később, miért probléma ha a kövérség a szennyezettség szempontjából. Van egy olyan anyag a PCB, amit régen gyártottak, úgy kb. 2 millió tonnányit gyártottak belőle, aztán évekkel ezelőtt a gyártását betiltották, de ebből az anyagból még ma is jelen van körülbelül 200 ezer tonna. És mivel ez a kémiai anyag bekerül az élő szervezetbe, a legtöbb, a legkoncentráltabban az állatokban fordul elő, leginkább a tengeri állatokban.
Ebből is a legrosszabb a lazac, méghozzá a farmon tenyésztett lazac, mert a farmon tenyésztett lazacban 10-szer több ez a PCB, mint a szabadon fogott lazacban. Aztán megnéztek egy másik kémiai anyagot is, a hexaklorobenzent, és ennek az anyagnak az összefüggését a cukorbetegség között. És bizony összefüggést találtak, tehát az is egy rizikófaktort jelent. És honnan juthatsz leginkább ehhez az anyaghoz? Egy boltba megnézték az élelmiszereket, hogy milyen élelmiszerek tartalmaznak a legtöbb hexaklorobenzent, és a lazac és a szardínia tartalmazta a legtöbbet. Ezek közül is a lazac volt a legrosszabb, tehát abban volt a legtöbb anyag, ez az anyag. Tehát ha évekkel ezelőtt betiltották ezeket az anyagokat, mégis honnan kerül a szervezetünkbe? Ugye említettük, hogy egyrészt az ételből, tehát amikor elfogyasztjuk az állatokat, az állatok szervezetébe koncentrálódik ez az anyag. Méghozzá, ahogy haladunk az étkezési láncolaton, tehát a food chain, nem tudom, hogy mondjuk ezt magyarul, tehát nézzünk, itt van egy pici hal, ugye benne van kémiai anyag felhalmozódva. Most ez a nagyobb hal megesz sok ilyen pici halat, tehát az ő szervezetében az évek során egyre jobban fog felhalmozódni a káros anyag. Minden egyes pici hal bevitelével még több káros anyag fog a szervezetében lenni. Akkor ezt a nagyobb halat majd meg fogja enni a még nagyobb hal, de nem csak egyet, ugye, hanem napok során többet, és az ő szervezetében még több, még koncentráltabban lesznek ezek a méreganyagok. Tehát ahogy haladunk felfele ezen az étkezési láncolaton, úgy egyre az jobban fel fog halmozódni, koncentrálódni ez a méreganyag abban az állatban, aki megeszi a másikat. És ugye jön majd a végén az ember, ő megeszi a halat, és az ő szervezetében még jobban fog koncentrálódni ez az anyag. És hol raktározódik? Itt a zsírpárnákban, vagy tehát nem csak a zsírpárnáiban, hanem bárhol a zsír szöveteiben raktározódik. Tehát a zsír fogja raktározni ezt a káros anyagot. És a probléma az, hogy ugye a szervezetében majd mindenhol lesz, itt a hajában kimutatható majd a higany, és bárhol, de ahogy majd nő a haja, levágja a haját, azt hinnénk, hogy akkor majd eltűnik a lassacskán a szervezetéből mondjuk az a méreganyag, de nem, mert a zsírból folyamatosan majd fog kiszivárogni. Tehát ez a raktár, és ez majd folyamatosan engedi ki a mérget a testbe. Tehát mindig mérgezi majd a testet. És állítólag olyan 50-75 évre van szükség, hogy kitisztuljon a szervezet ezekből a kémiai anyagoktól. Tehát lassan ürül. Nem nagyon szoktam termékeket ajánlani, de állítólag a kovaföld nagyon-nagyon sok mindenre jó. Többek között ezeket kémiai szennyeződéseket is segít kiüríteni a szervezetből. Tehát ha már a szervezetbe kerül, akkor ez a kovaföld segít megkötni őket és kiüríteni a szervezetből. Tehát a higannyal kapcsolatban is végeztek el egy tanulmány, hajmintákat vettek egészséges emberektől és beteg emberektől, nem csak cukorbeteg emberektől, és ez a tanulmány is kimutatta, hogy a cukorbetegek hajában sokkal több volt a higany,
mint a nem cukorbetegek hajában. Tehát a maga a cukorbetegséget nem biztos, hogy csak a higany vagy ezek a kémiai anyagok a kiváltó okok, lehet, hogy a higany plusz a dioxin együtt. Tehát pontosan nem tudjuk a folyamatot, de tény az, hogy itt vannak összefüggések. Tehát a kémiai szennyeződés leginkább az állati zsíradékból jön, és a legtöbb a zsíros halakban, mint a lazacban található. Tehát ezért is érdemes elkerülni az állati termékeket, mert bennük fel van halmozódva ez a szennyeződés, és ezt a tömény felhalmozódott szennyeződést fogjuk bevinni a szervezetünkbe, amikor elfogyasztjuk az állatokat. Tehát érdemesebb növényi étrenden élni, akkor kevesebb mérget viszünk be a szervezetünkbe, akkor is fogunk bevinni, de azért nem ekkora koncentrátumú mérget, és kevesebb zsírt fogunk bevinni a szervezetünkbe, és nem lesz sok zsír, ami oxidálódhat és esetleg problémát okozhat a bétasejteknél. Tehát az eredmények mindenképp azt mutatják, hogy azok az emberek, akik alacsony zsírtartalmú növényi étrendre tértek, a cukorbetegségből kigyógyultak, amennyiben volt még inzulintermelésük. Tehát inzulintermelést nem állít helyre ez az étrend, de az inzulin rezisztenciát mindenképp helyreállítja. Oké, legközelebb már tényleg a húsról lesz szó, mert mindig ígérgetem. A legközelebbi videómban a húsfogyasztásról és a cukorbetegség kialakulásáról lesz szó. A kettő közötti összefüggésről. Sziasztok!